Sziasztok, üdvözlök mindenkit az RR Red Rock YouTube csatornán. Jelenleg egy Costa fuvart fogunk kivinni egy kávézóból. Elvileg olyan helyre megyünk, vagy nem is tudom a térkép szerint, amerre nagyon még nem jártunk közösen, de majd kiderül, de lehet, hogy jártunk már, csak én rosszul mértem föl a terepet. Na de mindegy, majd meglátjuk. De azért bekapcsoltam. Ugye előző részben kaptok egy ilyen vlogfélét, vagy nem is tudom mit. Szóval, ja. Most megyünk, még mindig péntek van. Még mindig rohadt hideg van. Taxis autók földíszítve. Semmit nem látni, süt a nap. Ezerrel. Aj, de jó. Mennünk kell arra kifele a gyerekeknek az iskolája felé, ha jól látom. Lehet, hogy már jártunk arra, nem tudom. Mindegy, majd meglátjuk. Hát arra megyünk, amerre a vaze visz minket, mert most úgy döntöttem, hogy nem a Google mappot vagy térképet használom, hanem most a vazéval megyek, mert múltkor is volt egy olyan egyik este, hogy a Google map mutatta, hogy hova kell menni, oda mentem, és még onnan majdnem, hogy másfél mérföldre, vagy mennyire kellett mennem. És a vazé vitt jó helyre, egy ilyen privát útra mentem be, bemegyek minden, kijön rögtön egy idősebb csákó. Ez privát, privát! Jó van, mondom, én elhiszem, hogy privát, de mondom, a GPS idehoz, hogy ti rendeltetek kaját. Hát mi nem rendeltünk, most mondom, ez privát út, meg privát izéba. Egy ilyen erdőn kellett bemenni, és ott belülről meg volt egy három ház. Ez egy ilyen kulák család élt ott. Na de mindegy, a lényeg az, hogy oda vittem, ahova mutatott a GPS, aztán kiderült, hogy nem is oda, mert még onnan el kellett menni legalább aztán másfél-két mérföldet, vagy hogy. Szóval, de viszont ugye a vaze az jó helyre vitt meg, tehát annyit is fizettek, amennyit mentem, tehát jó mutatta az app, hogy mennyit kell mennem. De a Google Map lerövidítette volna egy-két mérföld. De ami nem baj. Ami nem baj, hogyha oda kellett volna tényleg vinni. De nem. Ez van, srácok. Nem tudom, és felétek milyen idő van. Ugye ez egy 20-as tábla. Amíg ez villog, addig 20-ra kell menni itt az iskola környékén. Ugye itt a gyerekeknek az iskolája, ez az Albany Akadémiai Iskola. Itt jobbról van egy ilyen magánóvoda, azt hiszem. De viszont megyünk arra, ki az Isten háta mögé, arra mutat a GPS. Aztán nem tudom, remélem kapunk valami jó kis borravalót, mert messzire kell vinni, hideg van. Látszok, és még nincsen hó! Ez az, ami... Hát nem az, hogy aggaszt, mert lehet, hogyha hó lenne, akkor még szívatósabb lenne itt a vezetés, meg minden. Itt le kell menni, srácok, hát ebből lesz a sokan, mire itt lefordulunk, mert itt olyan forgalom jön, hogy de mondjuk lehet, hogy hát itt befélünk. Ja. Na, srácok, itt még hidegebb lesz. Ja, itt rögtön mínusz 3. Itt rögtön mínusz 3, ahol már a házak nem takarják a... Nem fogja a hőt, mínusz 4. Rázzá szerintem, mire kiérünk oda-oda, Isten háta mögé, ott nem lesz mínusz 6 is. De aztán lehet, hogy nem. Szerettem ilyenkor a tájat, mikor hideg van, amúgy szeretem a hideget,
azért jobban szeretem a hideget, mint a meleget, és ezt a tájat, amikor ilyen fagyos minden, ez tök szép. Tök szép, tök szép. Itt is van egy iskola itt bent, hatalmas vaskapukon. Ez a Holy Cross iskola. Soha nem voltam ott még bent. De nem is akarok. Gyerekeknek jó ez az iskola itt. Na nézzük, hát -4. -4-nél megálltunk. Akkor nem lesz -6. Ez az, ültesd le a kutyát a hidegre. Majd legyen neki aranyere. Csóró kutyának. Már melegszik főfele az idő, -3. Egy kis szatyor, szerintem egy kávét hozunk, meg esetleg valami kis nasit. De jó, jó, szeretem ezt a környéket. Itt laknák tényleg szívesen ezen a részen. Nincs annyi ember, nincs annyi mozgás, mert tényleg kiesik a központtól. Már igazi kertes házak vannak. Ezben meg kéne néznünk, hogy hova is kell mennünk. Azt mondja, 3. Igen, ide be kell jönnünk ebbe az utcába. Ups. Nézzétek, a Volkswagen le van nézőt és fagyva minden. Meg kell keresnünk a házszámot. Valahol itt lesz szám. Ja, itt lesz, de oda nem tudunk bemenni. Szóval itt meg... csak lehet, hogy oda... Ide betolunk? Beállunk orral? Nem tudom. Beállunk orral így ide. Nem fogom leállítani addig az autót. Ez itt a 4-es, ott szemben a 3-as. Pont látni fogjátok, hogy megnézem a kamerát. Ja, ott a távolban, a zöld kuka fölött van a fajtó. Itt vagyok. Még van 11 perc, 49 másodpercig tart egy felvétel, utána leáll és kezdi újról. És most akkor úgy csinálom, hogy ebbe a... addig megyek kb. És akkor ez megint egy rész lesz. Mert azért akarom már, hogy akkor megmarad 4K-sba a felvétel. De viszont, hogyha több részből áll össze, akkor konvertálásnál 4K-s az tovább tart. De viszont, hogy egy meghajom egybe, akkor így simán egybe van a 4K. Ez rögtön a apról tudom feltölteni, nem kell letölteni a telefonra, ott összerakni, és úgy. Szóval erre még van 90. Hát megyünk erre. Hátul, a Tesco felé. Megnézzük, srácok, mit hoz. Mit hoz még. Mondjuk valami, sok mindent nem reggeliztem. Reggel ittam egy jeges kávét. Igen, tudom, télen jeges kávét. Hát ez van.
kaptam jeges kávét. Jó lenne, hogyha kiküldene Leylandba, ott van a Tesco Express, és ott még van a kedvenc kávémból a nagy dobozos. És akkor ott vennék kávét, meg ott vennék reggelit. Ja, az jó volna! De általában csak az Uber küld arra. Mostanában a Just Eat nem nagyon. Szépek a tájok. Tájok. Na, srácok, hát akkor elbúcsúzok ezzel a videóval. Remélem tetszett ez is. Ez ilyen, lehet, hogy csak ilyen 10 perces videókat csinálok, és akkor megmarad 4K-ban minden. Főleg most így ebben a szép időszakban. Na, srácok, legyetek jók! Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, osszátok a videót, hogy legyen már legalább egy pár feliratkozók, ne csak csökkenjen. Köszi szépen, srácok, sziasztok!